A munkahelyvédelmi akcióterv lényege, hogy levegőhöz juttassák azokat a vállalkozásokat, amelyek a válság és a kiélezett helyzet ellenére is fejleszteni akarnak. Mindez része annak a korábban hangoztatott tervnek, hogy 10 év alatt 1 millió új munkahely alakuljon ki az országban. Ez arra van szükség, hogy a jelenleg segélyből, közmunkából élők alkalmassá váljanak a versenyszférában való munkavállalásra. A cél érdekében képzéseket, átképzéseket szerveznek, és át kell alakítani a szakképzés rendszerét, módosítani kellett a munkatörvénykönyvet. Comba Sándor úgy látja, az erőfeszítések néhány éven belül látványos eredményeket hoznak. A jövő évi költségvetésben jelentős forrásokat, közel 300 milliárd forintot különítenek el a munkahelyvédelmi akciótervre. Ez több mint 1 millió meglévő munkavállalónak fog segíteni, illetve munkáltatónak fog segíteni a munkahelyek megőrzésében, és reményeink szerint 50-100 ezer új belépő munkahelyet fog létesíteni. Ez óriási jelentőségű, és ugye pontosan azokban a szegmensekben, 25 év alatt, 55 év fölött szakképzetleneknél, tartós munkanélkülieknél, ahol egyébként is nagy a baj, úgyhogy azt tudom mondani, hogy ebben a tekintetben is azok a megyék, régiók, amelyek hátrányos helyzetben vannak jelen pillanatban, ők sokat fognak tudni profitálni ebből. Az államtitkár az akcióterv részleteiről a német tulajdonban lévő Hübner Kft. Új üzemcsarnokának avatásán beszélt Nyíregyházán. A gumi és alumínium profilok gyártásával foglalkozó cég az Új Magyarország program segítségével 3 milliárd forintos technológia és infrastruktúra fejlesztést hajtott végre a Szabolcsi megyeszékhelyen. A beruházás révén 50 új munkahelyet alakítottak ki. A cég 1998-ban telepedett le Nyíregyházán, 2006-ban már végrehajtott egy bővítést, most azonban minden eddiginél nagyobb mértékű fejlesztést hajtott végre. Az elmúlt években kerek 200 új munkatársal bővítettük a munkaerőállományunkat, ebből 50-en vannak azok, akik a kapacitás bővítés keretein belül lettek felvéve a Hübnerhez. Azért volt rájuk szükség, mert nem csak a termelés mennyiségét növeltük, hanem új technológiákat is telepítettünk Németországból ide. Olyan termékekről van szó, amit eddig ebben az egységünkben még nem állítottunk elő. Új gépeket is megrendeltünk, jelenleg még nem érkeztek meg, de év végéig vagy a jövő év elejéig valószínűleg az utolsó gép is a helyére kerül. A Hübner új csarnokának átadását a cég vezetése összekötötte a hagyományos céges családi nappal, amelyre a Kft. Összes munkatársát meghívták.